Na, hát itt is volna a következő kihívás, amelyet ilyen barangulós, battyogós videóformában kívánok. Elrontod a videómat, kis csávú? Nem baj? Na, a szituáció következő. Szent péntek napja van, és most végeztem a munkahelyemen. Egy órával korábban, hál' Istennek. És elhatároztam, hogy hazasétálok innen. Általában nem szokott nagy probléma lenni, hogy az ember hazasétál a munkahelyéről, csak hát én kb. 20 kilométerre lakom a munkahelyemtől. Úgyhogy most hazasétálni nagyjából 20 kilométer megtételét jelenti. Elvileg mindenki számolgatja, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, átlagosan 4 km/h sétálgat az ember. Ezek alapján akkor 5 óra alatt le lehet tudni ezt a távolságot. De mondjuk puttonnyal, meg ilyen kacatokkal, lehet, hogy akár 6-7-8 óra is lehet ebből. Ami viszont azt jelenti, hogy össze fogok esni fél úton. Úgyhogy fel vagyok készülve arra, hogy egy durva erdőben alvást megvalósítsak, az nagyon beteg lenne, és akkor holnap délelőtt be lehetne fejezni a kirándulást. Megint próbálok légvonalba haladni majd, de tartok tőle, hogy a kis területek, meg az én kis magánterületek miatt így majd ezt nem fogom tudni maradéktalanul megvalósítani. De ahogy lehet, egyenesen fogok haladni árkon, bokron, hegyen, völgyen, tüzen, vizen át. Na, megint lesz egy csomó ilyen random jelenet. Most lehet, hogy nem vágok bele ilyen kulisszatitkos dolgokat, legyen profi. Jó? Na, akkor később, Tali! Hát ott a távolban, nem tudom, lehet-e látni a kis pici tévétornyot. Nincs túl messze, olyan 20 kilométerre lehet. Szóval még mindig nem értem el az első checkpointot, ha úgy tetszik. És én nem tudok megpihenni. Egy hegyedül csak egy pillanatra álltam meg, hogy igyak egy kortyot, meglevegyem a kis kabátomat. Meleg van. Jó idő van. Tizen akárhány fokok vannak most már. Szóval igazából egy pulcsi van rajtam. Na, ott távolban látom az utcát, ami Pécsig megy. Hatos utat. Hogy is vagyunk? Ja, ott megy. Nem tudom, hogy látszik-e a felvétel. Nem sok minden látszik.
És itt a napra hatul. Jaj. Na, leszakad a karom, most érdekes terep következik. Lehet, hogy sikerül majd hátteret is váltanom, és erdős környezetben mennem. Megnézem, hogy ott el tudok-e menni. Nézzük csak. Ott arra szeretnék oda elmenni, abba az irányba. Azt kéne megtenni. Ugye valahol ott megy a hatos, most nem látom a kijelzőm, mert rohadtul égeti a lencsét a nap. Egy kamerálvány is lassan tudjak videózni, úgyhogy bekukkantok ide az erdőbe. Hát, ha van valami jelenet. Hú, itt van valami. Gödör. Ó, itt van a vasúti sín, amit a egyik kolléganő mesélt. Ajaj. Vasúti sínes jelenetek is következnek. A vasúti sínes jelenetekre lehet számítani. Ez egy elhagyott vasúti sín. Menjünk csak le. Szerencsére viszonylag könnyen lejövök. Na ez már elhagyott környék, itt már az autókat is elég lehet hallani. Hát ez jó flash, itt fog haladni most egy darabig. Új, de menő! Vasúti sínes jelenetek. Sajnos eltanyáltam. Tiszta dzsúva leszek, mire hazaérek. Vagy egy kiló sarat viszek a cipőmön. Jó agyagos talaj, vagy mi a szar. Ja, mozgás. Mindjárt szerzek egy állványt, és akkor megpróbálok sok ilyen nem képrezgetős felvételt készíteni. Ott a kamera állványunk. Na, direkt az ilyen állványkészítés jelenetekhez ezt az eszközt szereztem be. Na végre egy kicsit lehet próbálgatni, hogy működik-e. Lássuk! Meg is van az állvány! Milyen magas legyen. Az a kis játékszer ez, jó! Direkt olyanra választottam, hogy a feje ne tudjon csak úgy leesni. Úgyhogy ez nagyon klassz. Na hát itt van a kameraállvány. Ezzel lesznek rögzítve a jelenetek. Még kicsit kifaragom az alját, hogy jó legyen itt a vasúti sínnek a deszkája. Nagyon szétviszi a baltán. Vasúti sínnek a falapját, hogy mi a szar ez. Így már kényelmesen bele fogom tudni. Így már kényelmesen bele lehet szúrni a földbe majd helyenként. Na, menjünk tovább, még veszek fel ilyen jeleneteket majd. Ez jó cucc! Jó, 25 ezer forintba kerül egy ilyen kacat. De erre szükség van. Na, lássuk. Egyébként ott fenn a mecsekben a tölgyfákat elég nehéz volt ezzel vagdosni. Azok elég kemény fák lehetnek, vagy nem tudom. Ezt jó szétvitte elsőre. Na, haladjunk tovább. Na, hát érdekes lesz ez a mai nap. Szóval, mint elmondtam, az a terv, hogy próbálok itt maradni, ahol látszom is. Az a terv, hogy munkahelyemről haza kéne sétálni. Van egy rohadt nagy út, ami így egyből összeköti a két várost, Pécsváradot meg Pécset. És nekem az a tervem, hogy kb. Hogyha itt megy az út így ebbe az irányba, akkor én itt letérek egy kicsit így az erdőbe, abba az irányba. És akkor
kicsit egy ilyen a szántómezőkön fogok haladni. Meg kicsit az ilyen erdős részeken, ez például rohadt jó ez a vasúti sínes téma. Ez abszolút király. Na, eddig rohadt sokat jöttem, főleg szántómezőkön. Pár szántómezőt, vagy egy ilyen mezőt azt már így feltúrtak, és igazából ott eléggé ragadós a cucc. Ráragad a cipőre, vagy egy fél kiló sarat cipelek cipőnként. Na, és egyébként, hogy milyen kalandokra lehet számítani, erről akartam beszélni, nagyon nagy valószínűséggel nem fogok hazaérni világosban, úgyhogy igazából fel kell készülni arra, hogy éjszakai jelentek lesznek. És akkor majd kíváncsi vagyok, hogy hogy fogom tudni megoldani a kamerázást sötétben. Hoztam zseblámpát rengeteg elemmel, úgyhogy biztos, hogy látni fogok a sötétben, meg minden. És hát arra is azért, azzal a gondolattal is el kell azért kicsit játszani, hogy lehet, hogy itt töltöm kint az éjszakát, sajnos. Ez viszont izgalmas lesz. Na, egyébként eléggé szórakoztat a téma, úgyhogy most itt megyünk egy kicsit, jó? Úgyhogy... Összeszedem magam. Egyébként kicsit rosszul mondtam. Rátettem a mérlegre a táskámat, és csak 15 kiló, úgyhogy hát nem 20 kilós. Vagy lehet, hogy nem mondtam értéket. Na mindegy, én 85 kiló vagyok kb. Meg 15. Ja. Na. Ezért vagyok 100 kiló táskával kb. Ja. Ugye azért fontos most ilyen szinteket lépni. Az első küldetés az a tévétorony volt. Szóval tévétoronyhoz fel kellett menni full felszerelésben. Az kb. Ilyen szép light-os tempóban sétálgatva, videózgatva, az nagyjából hát egy 5 óra volt, nem tudom. A mostani az egy kicsit hosszabb lesz, nem meredek viszont hosszú sétálásra lehet számítani. És így miért van erre szükség? A nagy távolságokat bírnom kell. Tehát el tudom képzelni azt, hogyha majd tényleg elkezdem élesben csinálni ezt a kalandot, akkor naponta le kéne tolni 20-30-40 kilométert, hogy összejöjjenek azok a szép nagy számok. Úgyhogy érdekes lesz, kell gyakorolni. Na, később, Tali. Kb. 200 méterre lehetnek az autók, de elég sokan vannak, ez egy elég nagy útat. Na, ott már vannak ilyen dombságok, vagy kicsit ilyen hegységek, de itt valami másik falu is elkezdődött most. Én mindig itt haladok a vonaton, vonatcsinen. Ez jó, mert ez ilyen szépen bevisz a Jinjába. Úgyhogy jó, még próbálok pár jelenetet felvenni, mielőtt teljesen rám sötétedik. Jaj, haladjunk tovább!
Na most már úgy tűnik, hogy haladok azért valamelyest, mint a kicsit a tévétorajnak a mérete is növekedett volna. Így a tájat elnézegetve szerintem már az útnak az egyharmadánál lehet kb. Bázzél péntek van, basszus! Vasárnap azért elég para volt a jelenet, hogy fogom érezni magam holnap, vagy hát hétfőn. De most teljes lelki nyugalomban gyaloglok. Mindegy, mi történik, végtelen időm van, előttem az egész hétvéget, bármi történhet. Nem esett bajom. Mármint nem futhatok ki az időből. Nem tudom, néha úgy érzem, hogy az idő csapdájában vagyok. Na mindegy. Na haladjunk tovább. Vagy hát haladok tovább nyilván. Na, már is kezd lemenni a nap. Ennyi lehet az idő. Hát, olyan 4 óra. 4 óra lehet jelenleg. Nagyjából 1 órája utazok. Körülbelül... Nem tudom, mennyit tettem meg, de... Kezd lenyugodni a nap, ahogy látom ott. Kis kamerán. Ja. Így para, nem sokára elő kell venni majd a zseblámpát, és akkor lehet majd szenvedni a sötétben. Izgi lesz ez a kis kaland most. Ja, ez még nagyon az eleje. Még nem is tudom elképzelni, hogy mi vár rám. Atya úristen! Nem baj. Szépen kell növelni a kihívásnak a mértékét. Ez még egy csekélyke kihívás ahhoz képest, ami majd vár rám, vagy amivel majd találkozni fogok, ha elindulok a világnak. Na haladjunk, még szeretnék eljutni valameddig, sötétedés előtt, legalább valami erdőségbe, vagy valami. Jaj, a kis bundagyár!
Már nagyon kezd lemenni a nap. Ebből sötétedéses dolgok lesznek itt szerintem. Nem is tudom pontosan, hol vagyunk. Most egy pillanatra elvesztettem szem elől a tévétornyot. Szerintem az út egyharmada megvan. Most, hogy eltűnt a nap, most már faszán kezdem érezni, hogy hidegebb lett, úgyhogy... Ott van ilyen naplemente. Lehet, hogy nem sokára érdemes lesz felöltözni. Kéne találni egy helyet megpihenni, mert... Nem tudom, mikor álljak megpihenni. Lehet, hogy ebből sötétben táborverés lesz. Új, itt erdős rész következik most. Pont az erdőbe fog érni a sötétség. Nagyon zord a környék, amin megyek. Mint a Mordor felé menetelnék. Elég gány. Arra van az autóút. Lehet látni arra a házakat még. Sok kis tanya meg szántóföld van itt környéken. És valahol arra befelé megy a sín. Nem is emlékszem hol, vagy nem tudom már. Ja, ott még lehet látni nagyjából kicsit. Ott megy a sín arra elfelé. És nekem jó lenne, hogyha naplemente irányába mehetnék. De mindjárt erdős jelenetek következnek. Baszki. Olyan érzésem van, mintha a tiltott rengetegbe mennék be. Ez igazából sokkal sötétebb, mint ami ennek látszik így első körben. Remélem gyorsan átfájok rajta, nem olyan vastag. Kb. 100 méter széles lehet ez a kis erdősáv. Na, nem tudom. Talán még kicsit odébb kéne sátrat verni. Na, menjünk. Milyen erdő az, amelyikben nincsenek patakok, mi? De jó végre újra egy kicsit a világosba lenni. Még egy utolsót. Már nem látszik a nap. Na, kb. Eltűnt a nap az égről, mostantól kezd sötétedni rohadtul. Itt van még egy ilyen kis erdőfoltos rész, most egy félig szántómezőn vagyok. Aztán... Jó, ott rohadt valami állatka az erdőbe. Szarvasokat látok, elég sok szarvas van. Mindenhol nyüzsögnek. Ezért okoznak biztosan rohadt sok balesetet ezen az úton. Volt egy egymás követő két nap. Jó, mondjuk nem mind a kettő esetben szarvas volt, de mindegy. Na, még gyaloglok rohacsokat arra. Aztán reménykedek benne, hogy találok egy jó helyet. Lehet, hogy egy szántóföld közepén verek sátrat, ki tudja. Ott legalább nem kell attól félnem, hogy erdőtüzet okozok. Hé, milyen érdekes pókonat. Na, haladjunk tovább, mert sose érek haza. Még fogalmam sincs, hogy hol tartok. Szerintem nagyon-nagyon keveset tettem meg. Elég sokat kameráztam, úgyhogy lassan haladok, talán 3-4 kilométert, ha megtehettem. Ki tudja, és 20 kilométerről beszélünk.
lesz-e még a vége. Jó részét sötétbe fogom megtenni. A húzás. Szépen haladok előre. Arra kell menni. Bár arra is szép vidékek vannak, de az nagyon messze van. Az ott az Operencia. Na, ott vannak autók. Most valahol keresztezni fogok nem sokára egy utat. Na, ott Ali. Dávid Gyulát hallgatok eközben. Nagyon jó móka. Sok érdekes dolgot mesél megint az univerzumról. Szeretnék barangolni az univerzumban és a Space Engine-ben. Na, haladjunk tovább. Nem beszélek. Olyankor mindig lelassulok. Nem sokára kelleni fog egy lámpa. Ott van a hold. Azt a... fél hold van. Tehát pont... nagyjából pont fél hold van. Nem tudom, látszik-e. Érdekes dolgot hallottam ez a... nem is tudom milyen módszer. A lunár dihotómia módszere. Lunáris dihotómia módszere. Ez egy olyan módszer, amivel a Föld-nap távolságát lehet megbecsülni földi szögek mérésével. Ezt akkor lehet megtenni, amikor pont a félhold látszik. Olyankor azt lehet tudni, hogy a félholdkor pont merőleges lehet húzni. Kialakul egy ilyen derékszögű háromszög. A Föld, a Hold, amire rálátok merőlegesen, és a nap között, ami merőleges, tehát a nap, hold, föld szög, az merőleges, ezért szögmérésekkel meg lehet becsülni a föld-nap távolságot. Ez egy tök érdekes dolog, ezt akár én is meg tudnám csinálni talán. Na, kifulladok, hogyha beszélek, úgyhogy tolom tovább. Na csá! Na most már azért nem egyszerű közlekedni. Na, fasza. Itt van még egy patak. Ezen át kell jutnom sajnos itt. Jó. Szerencsére nem ázott be a cipőm. Na. Nem látszik ebből, gondolom, már semmi. Elég sötétek ezek a felvételek. Meglátjuk, mi sül ki ebből. Na, később jelentkezem. Na, most itt egy kis megállónál vagyok. Jelenleg. Nem tudom, hol lehetek, de... itt egy ilyen szénabogja van, vagy nem tudom, ilyen... hogy hívják ezeket? Szarság. Szalmabálák. Szívesen felmásznék rájuk, de kicsit fáradt vagyok. Nagyon távol vagyok még, szerintem fél úton se vagyok, és már rohadtul ki vagyok merülve. Igazából jó lenne egyszer kipróbálni, milyen itt a természetben kint éjszakázni. Ki vagyok melegedve. Szép teli hold van.
csillagok is látszanak, amúgy tök jó, nyugalom van. Egész jó érzés bandukolni. Ami érdekes, hogy nem félek. Most az erdős részek azok nagyon parák. Erdőben elég szar menni, főleg, hogyha egy rohadt nagy bozót van. Az frusztrál a legjobban, hogy amikor ilyen rohadt nagy bozót van, akkor így bemegyek a bozótba, már megyek a bozótba, mit tudom, 10 perce, és így gondolkozom, mi van, hogyha rohadtul küzdök egyébként, és mi van, hogyha ennek sosincs vége, mi van, hogyha most kilométereken keresztül ilyen rohadt nagy bozót lesz, és így fogok vergődni, méterről méterre haladva, centiről centire. Az nagyon sokkoló élmény volt. Na, az ilyen pánik hangulatok, ilyen bezártság élményem alakul ki az erdőben. Az ilyen pánik hangulatok miatt inkább egy kicsit közelebb jöttem az úttesthez, és most a szántóföldeken megyek, de itt nagyon jól érzem magam, itt fasza. Látom az eget, látom a városokat így a környező hegyekben, úgyhogy egészen cool. Lehet, hogy nem látszom amúgy. Próbálok közel hajolni a fényforráshoz. Vicces érzés kirándulni, de ez már kicsit hardcore. Na, hol vagyunk? Ja, eltakarja a kamera. Vagy nem tudom. Ja, ott a kamerája. Na, eleget pihentem. Elég nehéz most a málha. Vágja a hátamat kicsit. Na, irány, menjünk tovább. Megiszom még egy kortyot. Hoztam chipset, lehet, hogy kéne eszegetni is egy kicsit. Nagyon jó, mert van térerő, tehát igazából végig tudok YouTube-ot hallgatni, meg mindenféle. Kár, hogy elég gyenge a mobil internetem. Így hát sajnos streamelni nem tudom ezt a kis ma estét, de remélhetőleg majd jó kis videó lesz belőle. Nehéz kiegyensúlyozni a málhát, mindig eldől, kis szarság. Hány óra lehet most amúgy? 6:45 van. 6:45 van, és szerintem fél úton se vagyok. Videózás eléggé belassít, meg a nehéz terepek időnként, de mindegy. Na, most már tényleg megyek tovább. Baszki, ez nagyon para jelenet volt. Itt vagyok valahol, megint egy szántóföldön sétálok, és véletlen besétáltam itt egy ilyen épülethez. Abba ott, nem látszik belőle semmi, ott mögöttem van valahol a távolban, a sötétben. Gyanútlanul úgy sétálok, benézek, gondolom, ilyen tárva nyitva van, és így rám röffennek ilyen fetrengő disznók. Egy disznókarámba mentem be, baszki, be lehet sétálni így a világon keresztül egy ilyen disznótartó helyre. Állatokkal aludhatnék, ha olyan lenne. Hú, most már érzem a disznószagot, de eddig szélirányban, nem szélirányból jöttem. Ez para volt. Azt a rohadt. Milyen szerencse, lehet, hogy nem jó helyen járkálok. Magánterület lehet ez, hogyha ilyen disznókat látok, így megsimogathattam volna őket. Egyébként Pécsváradon ott a teheneket is meg lehetne simogatni, úgyhogy lehet, hogy nem olyan para. Hát kimagyarázom magam, basszus, eltévedtem. Sötét van, könnyű eltévedni. Ott van a tévétorony, csak az segít tájékozódni. Na mindegy, ha értem jönnek, akkor majd magyarázkodok. Na csá, haladok tovább. Ezek szerint egyébként, hogyha a disznóknál vagyok, akkor még nem nagyon vagyok messze, tehát az úgy, út egyharmadánál lehetek. Az a baj, hogy itt kezdenek házak lenni, úgyhogy félek, hogy sarokba szorultam. Ki kéne menni az útra, mert itt állatokat is tartanak. És itt van valahol egy tehenes rész. Minden, nem tudom, mi lesz, kicsit para. Na itt
Visszatértem valahogy a civilizációba, nem tudom, hol vagyok. Ez az első falu lehet. Illetve az nagyon jó, hogyha ez az a falu, amire gondolok, akkor az nagyon jó, mert akkor félúton vagyok. Sőt, igazából akkor már inkább közelebb vagyok Pécshez, mint Pécsvárathoz. Na, ez fasz lenne. Most kisétálok gyorsan oda az úthoz, hogy lássam, hogy ez melyik utca, és akkor meglátjuk, hogy hol vagyok. Egy kis kápolna. Azt hiszem, hogy jól éreztem. Tehát ez itt egy checkpoint lesz. Abban a városban vagyok. Még nem tudom, falu ez. Szerintem. Inkább Pécshez van közel. Minden kutya nagyon üdvözöl, meg nagyon jól végzik a dolgukat. Szakképzettel őrzik a házat. Ügyes vagy, jól csinálod, ügyes vagy. Leugatnak az útra. Útra. Na, szóval ez itt a checkpoint. Itt egyébként van egy busz megálló is, hogyha rohadtul unnám a dolgot. Jelenleg a gyerekekbe kell megnézni, mennyi az idő. 7 óra, 18.47 van. 18.47 van, és nem tudom, milyen város ez. Lehet, hogy még bevágok ide egy képet arról, hogy mi volt az útvonal, és hol vagyok most. Bevágom azt, hogy itt vagyok. Itt vagyok rohadtul. Ezen a ponton vagyok, itt haladok előre ebbe az irányba. Ilyeneket fogom majd ide bevágni. Egyébként itt a busz megálló, mindjárt le tudom olvasni a busz megállóról, hogy hol vagyok. Pécshez közel vagyok, tehát általában... Mikor is? Hát olyan... 5 óra 59-kor felszállok a buszra, és 6 óra 6-7-kor vagyok itt, 14-kor pedig Pécsváradon. Szóval nagyon jól állok. Hirden vagyok. Bejárati út. Pécs hírt. Na. Ez checkpoint. Ez fasza. Kb. Még ugyanennyi idő hazáig. Lehet, hogy éjszakában nyúlóan fogok itt mászkálni, és lehet, hogy olyan éjfél körül talán hazaérek. Lehet, hogy nem kell itt töltenem az éjszakát. Lehet, hogy keresek megint egy helyet, ahol visszamehetek a természetbe. Nem tudom, para kicsit a természet most, meg itt nem jók az erdők. Olyan dzsindzsásak. Ufás. Csipszet lesz egetni. Át kéne mennem az utca túloldalára. Lassan. Túl vagyok az első checkponton.
akár buszra is szállhatnék, biztonságban vagyok. Stoppolhatok is, ha muszáj. Anyád, itt egy szakadék van. Mit gondoltak róla az autósok, azt a rohadt? Hú, ez itt felszántott szántóföld. Sajnos. Szélén kell maradjak. Nem finom. Megpróbálj bemenni, biztos rohadtul lassan tudnék haladni ebben. De jó lenne eltávolodni az autóúttal, mert nagyon hangosak az autók. Hát... elég durva perepez. Hát... muszáj átmennem a túloldalra. Nagyon szart. Rohadt mélyen. 20 centi mély gödrök vannak. Na lépek. Mármint megyek tovább. Nagyon fárasztó. Na. Hát ez az utolsó néhány kilométer, ez már nem volt olyan kellemes. Autóút mellett jöttem végig. Nem akartam bemenni az erdőbe nagyon. Úgyhogy nagyon óvatosan kellett haladni. Most már itt vagyok a budai állomásnál. Itt van a Komlói út. És perceken belül nem látszik belőlem semmi. Na mindegy, perceken belül remélhetőleg jön értem egy busz. És akkor hazajutok. Feltűnően nagy a forgalom még ilyenkor is. Na, hát itt megy el a buszoncsák. Akkor olyan a kövi. Azt a rohadt. Na, mindjárt leszakad a lábam. Az első része a túrának az jó volt, de ez az éjszakai rész az már kicsit fárasztó volt a csakkozni az autókkal. De most már itt vagyok. Úgyhogy sikerült lesétálni. Na, még majd lehet, hogy csinálok egy összefoglalót otthon.